és a klik szervezők tanulságait le kell vonni. Én ezt a beláspontot képviselem. És miután még sajnos mindig csak ott tartunk, hogy az állam hogyan tartja fel az intézményeket, és a tartalommal kevesebbet foglalkozunk, ezért ezt egy fontos kérdésnek tekintem, de alapvetően részkérdésnek tekintem ahhoz képest, hogy milyen szülővizsgálatok lesznek a népegészségügy érdekében, hogyan tudjuk a betegségét megelőzni az egészség megőrzésével, és milyen ellátást biztosítunk a kórházakban. Arról kellene beszélnünk. Tehát ezt én nagyon kiemelt kérdésnek tekintem. Fontos, hogy mi lesz a kórházigazgatók jogaival, de még fontos, hogy mi lesz a betegekkel. A betegek gyógyulni akarnak, ezért mennek a kórházba, és nem érdekli őket, hogy az állam a döntési pontokat és a szervezeti struktúrát hogyan állítja fel. Az a lényeg, hogy hatékony és jó legyen. Én a klikből azt a tanulságot mondtam le, a klik fölállításából és szervezeti működéséből, hogyha valamit túlzottan centralizálunk, az akár a minőség rovására is mehet, és a minőséget befolyásoló tényező is lehet. Ezért kellett a klik struktúráját megváltoztatni, iskolai igazgatóknak jogokat visszaadni, és az irányítási részét területi szinten helyezni. Ez a helyzet.